Sziasztok! Na hát, ami nektek egy napnyi változás, az nekem egy hét. Ugyanis el szeretném ebben a videóban mesélni, hogy hogyan telt az utóbbi egy hetem. Be fogok róla vágni videófelvételeket, amiket hát félig meddig vlogoltam, illetve képeket. Viszont egyszerűen, ahogy megérkeztem Mexikóvárosba, és ugye ott voltunk Emilióval 4 napot, ilyenkor annyira egymásra koncentrálunk értelemszerűen, meg kb. Ezek az első napok hosszú különlét után amúgy is a legfontosabb mind a kettőnknek. Szóval nem is az, hogy nem volt komfortos, csak szimplán nem jött az, hogy vlogoljak, és erre még így plusz energiát szánjak. Viszont ennek ellenére van pár olyan videó felvétel, amit meg fogok nektek mutatni ebben a videóban. Illetve, ha gondoljátok, akkor TikTokon kövessetek be, és nézzétek vissza azokat a videókat, amiket megosztottam, mert azok azért kicsit könnyebben vághatóak, és kisebb vagy rövidebb formátumok, úgyhogy ott még kicsit talán aktívabb voltam. Amúgy azért vagyok szemüvegben, mert továbbra sem jó volt a helyzet a szememmel. Az utóbbi egy hétben nem használtam a kontaktlencsét, ugyanis ahányszor berakom a kontaktlencsémet, 10 perc alatt bevörösödik mind a kettő szemem. Ami azért is fura, mert a múltban erre nem volt nekem soha példa, soha nem volt problémám a kontaktlencsémmel. Viszont az a piros pötty, ami zavart az utóbbi időben, az még mindig ott van a szememben, csak kicsit lejjebb vándorolt, szóval kicsit lejjebb került és halványodott, szóval nem olyan rossz a helyzet, mint amilyen egy héttel ezelőtt volt. Viszont amúgy a napokban a családban is van orvos, aki meg fogja nézni a szememet, illetve el fog menni szemészre is, hogyha azt javasolják, hogy nem tudom, mit lehet ezzel csinálni, de igen, szóval itt a héten utána fogunk járni annak, hogy mi lehet a megoldás a vörös szememre. Kedszerda csütörtök volt a teljes napunk Mexikóvárosban, és olyan dolog történt, amit még soha nem tapasztaltam. Mexikóban esett az eső. Délelőttönként nem is, de délutánonként már nem nagyon tudtunk hova menni vagy programozni, legalábbis kültéren nem. És esténként pedig óriási nagy vihar volt. De alapvetően az nem zavart minket, főleg úgy, hogy már ez a harmadik alkalom, hogy Mexikóvárosban találkozunk. YouTube-on amúgy találtok Mexikóvárosról vlogot, meg videókat, mert volt, hogy nem 3 napot, hanem kicsit többet voltunk, és akkor vlogoltam. De egyébként annyira menő város, annyira sok minden mesélni való van onnan, meg annyira sok hely, amit javasolnék, hogy sajnálom, hogy nem vlogoltam, vagy így bárcsak oda mehetnék így egy hétre egy ilyen tartalomgyártós utazásra, de ugye nekem az az út soha nem arról szól, hogy a nevezetességek, meg hogy vlogoljak, meg a képek, meg ilyesmi, hanem mindig csak arról, hogy végre együtt vagyunk. Ennek ellenére természetesen programoztunk, és voltunk olyan helyeken is, amiken még korábban nem. Úgyhogy mindjárt jön ezekről is egy kis beszámoló, annyit akartam még csak elmondani, hogy így kerete legyen az egésznek, hogy tehát ott 3 nap után eljöttünk, és pénteken átbuszoztunk Aguascalientesbe, ahol ugye most is vagyok, Emilióiknak a házában, és találkoztunk ugye újra a családdal, és egyébként ez a buszút 6 órás, a repülőút amúgy Mexikóvárosból ide Aguasba 1 óra lenne, vagy 1 óra 20 perc, de mivel ugye feladós bőröndön van, amúgy is nagyon-nagyon drága lett volna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább spórolunk és buszozunk, és amúgy is 6 órát simán üldögéltünk a buszon. Főleg úgy, hogy amúgy nem ilyen flixbuszokat kell elképzelni, hanem nagyon kényelmes, nagy láptérrel rendelkező helyek, hátradönthető ülések, kb. Mint egy ilyen masszás szék olyan volt. És így, hogy 6 órát éjszakabbra jöttünk, itt sokkal melegebb van. Szóval itt nem volt eső, és sokkal szárazabb a levegő, szóval 30 fok van minimum, de akár 33 is mondjuk napközben, és a nap olyan erősen tűz, hogy már csak egy fél órás sét alatt is teljesen lehet égni, úgyhogy folyamatosan kenni kell magunkat napteljel. Na, térjünk át Mexikóvárosra. Szóval 10 millióan lakják ezt a várost, úgyhogy konkrétan majdnem annyi, mint Magyarországot, ami azért eléggé durva, és ez látszódik a méretén, azon, hogy mekkora a tömeg. Nem mondom, hogy mindenhol, de nagyon sok helyen, és hogy mennyire szorosan vannak a házak, lakások minden egymás mellett. Instagramon több olyan highlightom is van, ugye a Mexikóvárosi látogatásunkról, amit mindenkinek ajánlok, hogyha turista tippekre, látványosságokra lenne szüksége. Tudom, hogy nem olyan népszerű desztináció a magyarok között, hogy random Mexikóvárosba menjenek, de ha bárkit esetleg csak szimplán érdekelne, vagy tényleg úgy döntene, hogy oda menne valamikor, akkor érdemes ezeket a helyeket lementegetni. Szóval mi azt csináltuk, hogy minden nap egy, de mondjuk én minden utazáson ezt csinálom, hogy egy zónát kiválasztunk, oda mentünk vagy a szállásunktól gyalog, vagy pedig egy kocsival, és akkor ott töltjük igazából a napot, szóval onnan már csak gyalog megyünk ide-oda, ott eszünk, kávézunk, stb., és akkor utána mondjuk kocsival haza. Nagyon sok kedvenc helyem van amúgy Mexikóvárosból, az egyik kedvenc, nem is helyem, de szituációm az az, amikor a Reforma úton, ami amúgy nagyjából ilyen 12 km hosszú út, olyan kicsit, mint nálunk az Andrássy, ami ugye összeköti a Deákat és a Hősök terét, mert itt is összeköt ez
nem is az, hogy összeköt, de a pontján vannak nevezetes pontok, mint mondjuk a függetlenség szobra vagy angyala, illetve a legvégében van a Csapultepec Park, ami egy óriási nagy park, egy tóval és egy kastéllyal. Nekem az a park és a hegyre való felsétálás, mert a hegyen van a kastély, az itt talán a kedvenc programom volt, mert ezt már legutóbb is megtettük, most is elmentünk, nagyon-nagyon szép a kilátáson az egész városra, a felhőkarcolókra, ami pedig szintén szuper ebben a városban, az az, hogy rengeteg múzeum van. Nekem a értelemszerűen a Frida Kahlo múzeum volt a kedvencem, ahol 2 évvel ezelőtt jártam, viszont ott, hát ez egy eléggé állandó kiállítás, Fridának a házát, illetve a dolgait vagy holmiait mutatja be, illetve jó pár műve is ki van ott állítva, szóval nagyon-nagyon jó program, és mindenképpen érdemes előre venni egyébként mindig jegyet a múzeumokba. Na hát valamiért elfelejtettem még többet mesélni arról, hogy mi miket is néztünk meg ez alkalommal, szóval úgy gondoltam, hogy akkor a felvételeket narrálom egy picikét. Egy másik program, ami nekem nagyon nagy kedvencemmé vált, az a Szocsi Milkó Park meglátogatása volt, ahol óriási nagy meleg volt, úgyhogy kicsit szenvedtünk a körbesétálásával, és nem jártunk be végül az egész területét, mert ez egy óriási nagy park. Van itt biciklizésre is lehetőség, illetve egy óriási nagy tó, amin hajókázni lehet, és mivel hétköznap volt és délután, ezért nem voltak itt sokan, de hétvégente amúgy ellepik a turisták ezt a helyet. Ebben a városban vegánként semmi okom panaszra, ugyanis rengeteg nagyon jó vegán hely van, ahol akár takót, keszedélyát, burítót, bármit ki tudok próbálni én is így vegánként. Viszont olyan éttermekbe is el szoktuk menni, ami nem is 100% vegán. Ilyen volt a Matisse étterem, amit már régóta lementettünk, és nagyon menő, mert az étlaptól, meg az alátéttől kezdve mindenhol Matisse művei megtalálhatóak, nyilván nem az eredeti képek, de azoknak a másolatai. És itt én például egy tortillalevest tettem, ami csak ilyen paradicsomos zöldségleves, és konkrétan maga a tortilla található benne. A bráncsolós helyek száma is végtelen. Rengeteget találtok nálam Instagramon is lementve, de ez a Panaderia Rosetta volt ez alkalommal, amit most megismertünk és kipróbáltunk. Vegán palacsinta, illetve ilyen vegán áfonyás kenyér, tulajdonképpen süti volt az, amit rendeltünk, és nagyon finom volt. Amit még meg akartam említeni, az a fizetés. Szóval készpénz az egy kötelező dolog itt Mexikóban, ugyanúgy a fővárosban is nagyon-nagyon sok helyen csak készpénzzel lehet fizetni, vagy egyszerűen olyan szituációkba kerülsz, ahol szükséged van rá, mint például én, aki megkívántam egy mangót, mindig úristen, annyira imádom. Az utcán árulnak rengeteg gyümölcsöt, meg snacket, meg mindenfélét, és van olyan gyümölcsös, ahol így ananász van, dinnye, és ugyan mangó, és ezt nagyon vicces, hogy úgy készítik el, hogy rengeteg féle szósz, amik kicsikét csípősek, azt ráöntenek a kis felvágott mangóra, illetve tahint, ami ez a citromosabb por, és lime levét, úgyhogy na például nálunk is értelemszerűen csak készpénzzel lehet fizetni. A másik dolog pedig, hogy ahol elfogadják a kártyás fizetést, ott is fontos, hogy nálatok legyen a kártya, és ne pedig a megszokott. A telefonomban benne van a kártyám, és majd odaérintem, dolgot várjuk el, ugyanis valamiért, még ha olyan is a termináljuk, amire rá van írva az, hogy kontakt lesz, akkor sem tudják használni. Nagyon sok helyen belefutottam, hogy én mondtam nekik, hogy amúgy odaérinthetem a telómat vagy a kártyámat, mert látom, hogy ez kontakt lesz is. Nem működik, nem tudják mi az, nem szeretnék, valamiért nem szívesen használják, szóval mindig azt kérik, hogy a terminálba tedd bele a kártyadat. És akkor zárásnak még egy utolsó téma, közben amúgy tök jó, hogy megszáradt a hajam is, amíg ezt a videót felvettem. Szóval a biztonság. Nagyon-nagyon sokan szoktátok tőlem kérdezni, hogy milyen a közbiztonság, és hogy volt-e már olyan veszélyhelyzet, amiben én belekerültem, vagy hogy én mindig nem tudom, kényelmesen érzem magam mindenhol. És el kell mondjam, hogy szerencsére lekopogom, de velem vagy velünk soha nem történt semmi olyan szituáció, ami nem lenne a megszokott, és ahol nem éreznénk magunkat biztonságban. Ehhez viszont az is hozzájárul, hogy mindig odafigyelünk arra, hogy megteremtsük magunknak egy biztonságos közeget. Szóval esténként se itthon, se a nagyvárosban nem megyünk már gyalog, random utcákon sehová. Nincs olyan, hogy este elmegyünk a parkba sétálgatni, vagy kiülünk kiszagatni, tehát mindig célzottan megyünk egy helyre, és általában autóval. Vagy például a rablók népszerű húzása az az, hogy a városban leszólítanak, elkezdenek segítséget kérni, hogy jaj, nem tudod, hogy merre kell menni, vagy ilyesmi, és akkor közben hátulról valamelyik társuk elveszi a cuccodat, vagy megragadják a telefonod, vagy ilyesmi.
De olyan is van, hogy kocsival közlekedsz, és kettő motoros, mondjuk egy elhagyatottabb úton, vagy akár egy nagyobb úton, egy kettő motoros így közrefog, és beszorítanak. És ezzel elkezdenek irányítani, ugye, hogy állj félre, és nyilván azért szeretnék, hogy félre állj, hogy elvigyék az autódat, vagy cuccodat, vagy bármidet. Ezek olyan sztorik, amikről hallottam, és vannak olyan kvázi ismerősök, akikkel azért történtek ilyenek. Nem mondom, hogy 100%-ban elkerülhetőek, de én amúgy biztonságban érzem magam, amikor itt vagyok. Nem csak azért, mert nem történt semmi, szóval biztos minden jó, hanem azért, mert tényleg figyelmesek vagyunk, vigyázunk így egymásra meg magunkra, és kerüljük az olyan helyzeteket, mint például én nőként egyedül nem megyek itt el futni, vagy pontosabban volt már olyan, hogy elmentem a parkba futni, de az is reggel mondjuk 8-kor, 9-kor, nem tennék olyat, hogy egyedül este elmegyek. Most a futást hoztam fel példának, mert arra otthon van lehetőség, vagy nem tudom, én szívesen megyek el este futni egyedül, és nem érzem magam veszélyben, de itt erre például nem lenne példa. De én annyit mondanék, hogy ha valaki Mexikóba jönne, akkor olyan kellő figyelmet szenteljen mindennek maga körül, amit amúgy is másik nagyvárosokban megtenne. Szóval ne csak az értékeitekre, de magatokra is vigyázzatok, és kerüljétek az elhagyatott, sötét, illetve olyan utcákat, ahol tényleg kevesen tartózkodnak, szóval a kis romantikus sétákat mindenkinek azt mondanám, hogy csak tömegben tegyék, és olyan helyeken, ahol látják, hogy azért tényleg többen vannak, és valószínűleg nem kerülnek majd veszélybe. És igen, még hozzátenném, hogy amennyire nagy a főváros az ország, annyira egy-egy megrázó történet, amit talán mi hallunk otthon, azok tényleg megrázóak és durvák, de fejben kell tartanunk, hogy ez egy 20-szor akkora országra vonatkozik, mint Magyarország, szóval nem olyan nagy az esélye, hogy ezek a dolgok velünk történjenek meg, mint amúgy, vagy mint a mi fejünkben lenne. Szóval amikor hallunk egy országról valamit, ami ott történt, akkor mondom, egy ilyen nagy ország tekintetében az rengeteg embert jelent. Szóval remélem, hogy ezt érthetően magyaráztam, de alapvetően megpróbálom majd azért a kommenteket olvasgatni, amit írtok, hogyha van még bármi kérdésetek, bármiben kéne segítség, tapasztalat, bármi ilyesmi, akkor nyugodtan tegyétek fel, és meg fogom őket válaszolni, vagy kommentben, vagy videóban, vagy bármiben. Most ennyit akartam egyelőre, mint egy kis beszámoló, és akkor jövök majd innen a vlogokkal, meg mindenféle kis témákkal. Találkozunk holnap, sziasztok!